Köszöntöm Önöket, kezdődik a Sportmagazin a Pécs TV-ben. Ezúttal a zsinórlabda országos diákolimpia döntő és tehetségkutató verseny helyszínéről jelentkezünk a pécsi NEFHU csarnokból. A program a Fogyatékosok Országos Verseny, Diák és Szabadidős Sport Szövetségének szervezésében valósul meg. Az eseményen elsősorban a tanulásukban korlátozott tanulók vesznek részt. Velük, illetve magával a sportággal is megismerkedhetnek a következő 30 percben. Remélem, hogy felkészültek. Ha igen, akkor rajt! Sportág tulajdonképpen a röplabdasport rávezető játéka. Tehát már kiskorban a gyerekek így játsszák az iskolába, és ebből fejlesztik tovább a játékot a szabályos röplabda játékokkal. Mi ezt ennek a tanuló ifjúságnak úgy ítéltük meg, hogy az ő képességeikhez ez a játék nagyon jól illik, és valóban így van, mert nagyon szeretik, egy nagyon komoly csapatjáték. Az országban 120 intézmény vett részt a versenyekben, ahol most itt a legjobb 16 csapat versenyzett. Milyen tanulók vehetnek részt ezen a versenyen? Ezen a versenyen tanulásban akadályozott diákok vesznek részt, akik talán egy kicsit képességei tekintetében lemaradnak társaiktól, de a sportban ezek a különbségek eltűnnek. A Fogyatékkal Élő Baranyi Sport Szövetsége azért kapta meg valószínű ennek az országos zsinórlabda bajnokságnak a megrendezését, mert elismerik a munkánkat. Tehát általában azok oda visznek országos versenyt az országos szövetség. A zsinórlabda az gyakorlatilag egy egyszerűsített változata a röplabdának, ahol ugyanaz a kettős érintés, a hármas átadások, nem szabad a hálóhoz hozzáérni, dobni lehet a szervát, tehát nem ütjük a szervát, hanem dobják a szervát, a gyerekek elkapják a labdát. Hát így is vannak azért nehézségek. Fogyatékkal a lélők tanulásban akadályozott, illetve értelmében akadályozott gyerekeinél mozgáskoordináció borzasztóan fontos. Tehát a labdának az eldobása is időnként nehézséget okoz, a távolságnak a megbecsülése, tehát az, hogy egy szervát átdobni, az is problémás. Aztán a másik oldalon meg azt el is kell kapni. Tehát valaki biztosan, ha sokat gyakorolja, akkor ezt biztosan csinálja, de általában akik már eljutnak az országos versenyre, azok már győztesként kerülnek ide, mert vagy a megyeit megnyerte, vagy pedig a regionális bajnokság első-második helyezettje. Így jutott el ide 16 csapat, ebből két csapat technikai jogok miatt nem tudott eljönni, 14 csapat az megjelent, és a gyerekek visszajelzése és a kollégák visszajelzése szerint egy jól sikerült rendezvény. Nekünk behetjük el ezt a mostanit. 35. alkalommal rendezték meg a hétvégén a Pécs-Harkány országúti futóversenyt. Most nézzenek meg egy tudósítást az eseményről, aztán visszatérünk ide a zsinórlabda országos diákolimpia döntőjére. Nagy volt a nyüzsgés vasárnap délelőtt a pécsi verseny utcában. Innen rajtolt el a 35. centenáriumi Pécs-Harkány futóverseny mezőnye. Nagyon jó együtt futni, ez egy öröm, együtt vagyunk, buli az egész. Sokan voltak, akik több órát utaztak azért, hogy lefuthassák a 25 kilométeres távot. Csapatostul szoktunk jönni Esztergomból, 15-20 fővel. Nekem is ez már a 9. alkalom, hogy részt tudok venni ez a versenyen, és számunkra mindig is ez volt a tavaszindító első nagy verseny, és innentől kezdődik a futószezon. Az idén 100 éves PVSK egyik fontos rendezvénye volt a vasárnapi futóverseny. Emiatt, illetve a 35. jubileumi év miatt is idén több újdonsággal várták az érdeklődőket. Egy az, hogy gyorsabb lesz, mert a tömegsport mellett most már a minőségi sportra is adtunk, hogy újból jó eredmények szülessenek, ezért komoly pénzdíjat dobtunk fel a versenyzőknek, amire elég sok élversenyző érkezett. Még 1992-ben Sági Ferenc állította fel a Pécs-Harkány futóverseny pályacsúcsát,
A 77,6 perces idejét azóta sem sikerült senkinek sem megdöntenie. Ő most egy korábbi sérülés miatt nem állt rajthoz. Nagyon készültünk minden évben, az idei első év versenye volt, és itt tényleg nagyon jó futók, nagyon jó csoportok voltak, és hát te nem csak egyedül értem, mert ugye mert csapatba futottuk, és a végén mindig én lehajráztam a többeket, és ezzel nyertem. Vasárnap délelőtt pontban 11-kor rajtolt el a mezőny. Több kategóriában és korcsoportban különböző korú férfiak és hölgyek, köztük több külföldi résztvevővel. A Volt Fema áruháznál lévő körforgalomig gyakorlatilag együtt futott mindenki, aztán elkezdtek ellépni a leggyorsabbak. A fiúk versenyét a Benedek Team versenyzője, a kenyai Even Stanvi nyerte. A hölgyeknél szintén a Benedek Team színeiben az etiópiai Buzuameu Muhammad Ahmed lett az első. A PVSK-s Szabó Tünde harmadik lett. Hogy sikerült? Hát jól sikerült, mert az ezelőtti meccset is megnyertük. Azt hiszem 2-1-re megnyertük az előző meccset. És ez mit jelent? Hogy tovább jutottunk ide, de most ellenük, és most őket is lőszük, akikkel most játszottunk. Elég necces volt, meg minden, de sikerült. És úgy tudom, megvan az ötödik hely, ugye? Igen. Igen. Hogy készültetek erre a mai megmérettetésre, illetve a hétvégére? Hát arra számítottunk igazából tegnap, hogy megnyerjük, megverjük Debrecent, de nem sikerült, de terveztük, hogy akkor ezt meg szeretnénk nyerni, az ötödik helyet. És hogyan készültetek? Hát elég, hát hogy mondjam, elég, hát jó sokszor így passzolgattunk meg, idegeskedtünk, de így vita nem volt. Szerettek volna a gyerekek az első négybe benne lenni, ötödikek lettünk csak, de én elégedett vagyok, ennyit tudunk. Hogyan készültek erre a hétvégére? Minden héten edzést tartunk, azon túl most még egy picit több időt fordítottunk erre a játékra. Miért fontos a gyerekek számára ez a sport? Imádják a labdajátékokat. Az iskolánkban labdarúgás, kosárlabda és a zsinórlabda van, mindegyiket nagyon szeretik. Ami labdás dolog, az nekik remek. A szövetség életében mennyire fontos ez a verseny a versenynaptárban? Nagyon fontos ez a verseny, hiszen mint az előbb mondtam, nagyon sok diák játsza ezt a versenyt, és nagyon sok iskola. Egyébként nekünk egy évben 40 országos diák olimpiai döntőnk van, és mindegy 400 megyei versenyünk. Mindegyik nagyon fontos, de természetesen az országos diák olimpiai döntők, azok kiemelkednek a versenyek sorából, és valóban méltó körülmények között sikerült épp megrendezni az ANK-ba ezt a versenyt. Én azt gondolom, hogy mind Pécs városa, az itt dolgozó kollégáim egy remek hangulatú olimpiai döntőt szerveztek nekünk. A csapatok, a diákok hogyan élnek meg egy-egy ilyen hétvégét? Örömmel jönnek. Szóval ezek a diákok azért azt tudni kell, hogy nem egy országjáró diákok, nem egy közülük nagyon nehéz szociális körülmények között ér, és már maga az, hogy itt lehetnek Pécsen és Pécs városát megláthatják, ez nagyon fontos. Vannak Sárospatakról, Zalaegerszegről, Zalaszentgrótról, Békésből, Gyulából gyerekek, akik a kis szűkebb környezetüket elég ritkán tudják elhagyni, és ez nekünk egy több hozzáadott érték, hogy most itt néhány csapat még kimegy Mohácsra és megnéz a busójárásból, amit éppen látni lehet. Rövidesen folytatódik a zsinórlabda országos diákolimpia döntője itt a NEFKO csarnokban, előtte azonban jöjjön a heti hármas rovatunk. Akiket ma megkérdeztünk aktuális és izgalmas témákban, Domenico De Blasio, a PVSK Fűszért vízilabda csapatának technikai vezetője, Csirke Ferenc, a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapatának vezetőedzője, illetve Mészáros Ferenc, volt pécsi labdarúgó, a PMFC korábbi edzője. A kérdéseket ezúttal is e-mailben küldtük el, és erre jöttek az üzenetek egy videó formájában. Immemális heti hármas rovatunk első kérdése. Orosz Pál, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója szerint a 90-es években, amikor ugye a Ferencvárosnak sikerült a BL főtáblára kerülés, szóval ebben az időszakban szerinte könnyebb volt bekerülni a legrangosabb európai kupasorozatba, mint napjainkban. Szerinte
akkor kisebb volt a különbség a top, illetve a kis csapatok között, mint mostanság. Vajon az alanyaink mit gondolnak erről? Oroszpán nyilatkozatához annyit fűznék hozzá, hogy BL-be és LB-be jutni mindig nehéz volt, most is az. Egy kicsit azt érzem ezen a nyilatkozaton, hogy Oroszpánnak egy kicsit terhes már, mert ugye 5-6 éve próbálják elérni, hogy oda jussanak, és eddig nem sikerült. Én bízom benne, hogy és szurkolok nekik, hogy minél előbb sikerüljön. Sajnos nem tudom megítélni itt a labdarúgásban, hogy most nagyobb különbség van a top csapatok és a kisebb csapatok között. Az biztos, hogy egy Anderlecht szintű csapat ellen a mai Ferencvárosnak és a mai Videotonnak meg lenne az esélye ugyanúgy a BL főtáblára jutni. Ugye ott csak egy selejtezőt kellett játszani a magyar bajnoknak, sajnos most már ugye 3 selejtezőkörön keresztül kell eljutni, ami már azt mondom, hogy egy kicsit nagyobb különbség. Biztos, hogy több pénz is lett a labdarúgásban, de minden évben észrevehető, hogy azért egy-egy úgymond kisebb csapat el tud jutni akár a 4 közé is, és meglepetést tud okozni. Első kérdés, Ferencváros 90-es években elért fantasztikus BL menetelése. Egészen véletlen, hogy zöld-fehérben ülök, mert most olvastam el a kérdést. Mindig nehéz a BL-be bejutni, mindig nehéz BL csoportkörben mérkőzést játszani, teljesen mindegy, hogy milyen sportágról beszélünk. Talán ez a 90-es évekbeli Fradi, ez abból a szempontból volt különleges, hogy nagyon sok jó magyar, a kornak jó magyar játékosa szerepelt ebben a Ferencvárosban, Lipcsei Péter, Simon Tibor, Vince Otto, most még sorolhatnám a többieket is, és volt egy-két olyan ügyes külföldi játékos, akivel ezt a fantasztikus eredményt el tudták érni. Hogy mikor volt nehezebb, most nehezebb BL-be jutni, vagy akkor volt nehezebb. Most több csapat pályázik a BL-re, akkor kevesebb csapat volt, ugye. Most jóval több pénzből működik már a sport, nem csak a labdarúgás, minden más sport is. Tehát én azt mondanám, hogy az az eredmény is megsüvegelendő, amit annó 90-es évek közepén elért a Ferencváros, illetve ha most egy magyar csapat oda kerül a BL-be, az is egy óriási nagy eredmény, mert sem akkor, sem a 90-es években, sem most nincs azon a szinten a magyar futball nemzetközi szinten, hogy ez természetes dolog legyen. Már is heti 3-as rovatunk második kérdése. Fucsovics Márton szoros meccset teniszezett, de végül is kétszerben kikapott Roger Federertől a dubai tenisztorna negyed döntőjében. Federer a meccs után dicsérte a legjobb magyar teniszezőt. Azt kérdeztük rovatunk vendégeitől, hogy mit szólnak egyrészt Marci teljesítményéhez, másrészt, hogy szerintük vajon léphet-e még ennél feljebb is Fucsovics Márton. Úgy érzem, hogy Fucsovics Márton, amennyit követem a teniszt, mondjuk elég sokat szoktam nézni a televízióban, most eljutott arra a szintre, hogy talán azt mondom, hogy a 3 top játékoson kívül, a Nadal, Federer, Djokovicon kívül azért győzelmi esélyekkel tud pályára lépni bárki ellen. Ez is egy nagyon szép eredmény volt, amit a Federer ellen elért. Én úgy érzem, hogy amelyik szintre ő eljutott most, jelen pillanatban, ott nagyon sokszor azt mondom, egy 10 körüli világranglista helyezés lévő játékos, és mondjuk közte nagyon sokszor az aznapi forma és a fej kérdése dönt. Ugye én úgy érzem, hogy ezen a szinten, most láttuk is a héten, ugye Kirgiosz elvert 3 top 10-es játékost is nyert egy tornát, de lehet, hogy 2 hét múlva egy 150-től is képes kikapni. Nagyon sokszor ezen a szinten már csak fejkérdése az, hogy mondjuk ki ellen tud nyerni. Gratulálok az eddigi pályafutásához, én úgy érzem, hogy van még benne. Ugye most 1-2 éve kezdődött ez a karrierjében ez a teljesítmény, növekedés,
még érettebb lesz, még több ilyen mérkőzést tud játszani, mint a Federer ellen, akkor úgy érzem, hogy még tovább el tud jutni. Következő kérdés Pucsovics Márton elmúlt időszakának szereplése. Egy rettentően ügyes, tehetséges, magyar szinten kiemelkedő teniszezőről beszélünk, ugye kétszeres junior Grand Slam bajnok volt korábban, a fiatalok között nagyon nagy tehetségnek volt beharangozva, utána amikor be kellett kapcsolódni a fejlődő bajnokságok ritmusába, akkor ott, ha jól emlékszem, kisebb-nőbb hullámölgyek voltak, illetve a kezdeti sikereket is nehezen élte meg a fiatal ember, de azóta mondhatjuk azt, hogy felnőtt, mondhatjuk azt, hogy egy rutinos játékos vált belőle, és nagyon szépen bontogatja a szárnyait. A korábbi top 200-as eredmények után már, ha jól tudom, top 40-ben van. Én úgy gondolom, hogy csoda nem fog történni, tehát világranglistát soha nem fog vezetni, de ha ugyanezzel a munkával és alázattal áll a tenisz iránt, ahogy ezt most teszi, akkor egy top 20-as játékos lehet belőle, ami ennek az országnak egy óriási nagy eredmény lenne, illetve a magyar tenisportnak is. Hát Pucsovics Marciról annyit, hogy amit az utolsó pár évben csinál, azért az nagyon nagy dolog. Most Federer Dubajban is szenzációsan játszott. Én úgy érzem, hogy ebben a srácban nagyon sok van még, úgy tudom, most a 35. helyen van a világranglistán. Én szerintem az ő menedzselésétől függ a legjobban, azt látjuk, hogy ebben az egyéni sportokban ez a legfontosabb. El is érkeztünk heti hármas rovatunk harmadik kérdéséhez. Egy amerikai apuka bemikrofonozta 4 éves hokis kisfiát, hogy megtudja, hogy hogyan éli meg az edzéseket. Azt kérdezzük rovatunk vendégeitől, hogy ők melyik sportolót vagy edzőt hallgatnák ki ilyen formában. A legvégére maradt a kedvenc kérdésem. Amerikai édesapa 4 éves jégkorongozó gyermekét bemikrofonozta, hogy vajon miket mondhat a kisfiú az edzés mérkőzés közben. És a kérdés az az, hogy mit gondolok erről, illetve ki az, akit bemikrofonoznék. Ugye itt a 80-as években volt már egy remekül sikerült ugyanilyen műsor, tehát mondhatjuk azt is, hogy mi magyarok megelőztük a korunkat, mert Mészöly Kálmánt követte egy mikrofon annó a mérkőzései alkalmával, és mind a mai napig nagy sikernek örvend a felvétel, ahol ő a mérkőzés közben kiadja magából a gondolatait, de komolyra fordítva a szót, ha választhatnék egy sportolót, akkor én Hosszú Katinkát mikrofonoznám be, illetve arra lennék kíváncsi, hogy neki mi van a fejében, amikor egyrészt amikor edz, amikor rettentően sokat edz, másrészt a versenyeken, amikor már azt érzi a vége felé, hogy nem megy, és mi az, amivel ő túllendíti saját magát a holtponton. Szerintem ő lenne a legértekesebb. Köszönöm. Harmadik kérdésre válaszolva, megmondom őszintén, én nem mikrofonoznák be egy sportolót se, személyiségi jogokra hivatkozva, de ha már itt tartunk, biztos, hogy van valami, vagy lehet valami előnye ennek. Én úgy érzem, hogy vannak más módszerek is arra, hogy megismerjük azt a bizonyos sportolót, vagy egy gyerekünket. Köszönöm szépen! Megmondom őszintén, hogy én nem mikrofonoznék be senkit. Én abszolút nem értek egyet ezekkel a dolgokkal. Lehet, hogy én vagyok egyedüli ezzel a véleménnyel. Én úgy vagyok vele, hogy
és ugyanígy vagyok az időkérésekkel is, egyáltalán nem biztos, hogy tartozik akár a tévénézőkre, akár az ellenfelekre az, hogy mondjuk egy csapat mit beszél meg az öltözőben, vagy mit beszél meg időkéréseknél. Ez egy ugyanolyan családnak mondhatjuk, mint akár az apa, anya, fiú, lány, hogy sincsenek kamerák dugdos, vagy hogy élik az életüket. Ez ugyanúgy elmondható szerintem a sportcsapatokról is. Nagyon fontos, hogy azok, akik egy csapatban játszanak, edzők, játékosok, azok normális viszonyt alakítanak ki egymással, és ez bőven elég, hogy ők tudják, hogy készültek egy mérkőzésre, és pont éppen ezért soha nem értek egyet a kommentekkel sem, mert a nézők lehet, hogy sajnos, tényleg nem tudják, hogy mondjuk azon a héten, hogy készült egy csapat, milyen taktikával. Ugye a legfontosabb, hogy nyerjen a csapat. Én nem értek egyet ezekkel a bekamerázásokkal, úgyhogy senkit nem kameráznék be. Nyertetek, hogy éltétek meg ezt a sikert? Hát úgy, hogy nekünk igazániból nagyon tetszett ez a két nap, jó éreztük magunkat. Sokat gyakoroltunk erre a két napra is, hogy tudjunk nyerni, szóval igen, sokat szoktunk. Sikerült a címvédés, mert ugye a legutolsót, hát az előzőt is ti nyertétek. Minek köszönhető ez a siker? Miért van ennyire együtt ez a csapat szerinted? Azért, mert mi úgymondva összetartozunk, mi olyan vagyunk igazániból, mint egy család. Szóval, igen. Mi volt a taktika ezen a hétvégén? Igazániból az volt, hogy igen, nem volt semmi taktikánk, csak gondolkodtunk, passzolgattunk, aztán lecsaptuk. Milyenek voltak az ellenfelek? Voltak nehezek is, voltak könnyűek, de elbírtunk velük. Csodálatos hétvége volt, és csodálatos hétvéget töltettünk Pécsen. Megmondom őszintén, címvédőként érkeztünk. Nagyon örülök neki, hogy sikerült megvédeni a címünket, és azt gondolom, hogy az egésznek a pikantériáját az adja, hogy tavaly is a Tatával játszottuk a döntőt, egymás mellett vagyunk, nagyon jól ismerjük egymást, úgyhogy talán könnyebb volt így a győzelem a Tata ellen, mert hát mondom még egyszer, nagyon-nagyon jól ismerjük egymást, a játékosokat, a vezetőket, és minden tanerőt ott. Minek köszönhető, hogy ennyire jól megy a csapatnak? Nagyon sokat készülünk rá, nagyon sokat gyakorolunk erre a sportágra. Nagyon szeretik a gyerekek a zsinórlabdát, én azt gondolom, nagyon-nagyon jó sportág, és nagyon szívesen gyakorolnak, nagyon sokat jönnek szakköri órákra, hogy tudjunk ezzel foglalkozni, és azt gondolom, a munka meghozta ma is a gyümölcsét. Sok edzés van? Szakköri alapon, tehát heti kétszer találkozunk, de megmondom őszintén, amikor versenyidőszak következik, akkor azért a tanórákból is szoktunk lecsipkedni, hogy még többet tudjunk ezzel foglalkozni. Kikből, illetve milyen korosztályból áll a csapat? 2003-as születésű gyerekek jöhettek, de nálunk 2003, 2004 és 2005-ös születésű fiúk és lányok versenyeztek ma. Mit ad hozzá az életükhez egy ilyen siker, vagy akár a heti felkészülés? Azt gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon fontos a sport, nagyon fontos a mozgás, és óriási motivációt ad nekik a tanulásban is, és én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan gyerkőz került ki már a mi kezeink közül, akik az életben ezzel, hogy ugye sportoltak, volt sikerélmény, volt kudarcélmény, az életben, a munkahelyen is ugyanígy ezt a sikerélményt és a kudarcélményt könnyebb volt neki feldolgozni, azt gondolom, mint annak, aki nem sportol. Elég a sok gyakorlás, hogy hogyan lehet felfejleszteni gyerekeket egy-egy ilyen megmérettetésre? Egyébként is a labdadobások, kapásokat gyakorolják, tehát mi mindig úgy vagyunk, hogy ha van egy játék, az darabjaival, vagy egy mozgásforma, az darabjaira szétszedjük, és a elemenként tanítjuk meg, és ezt követően állítjuk össze az egészet. És utána kezdődik el gyakorlatilag a játék, mire a forgást megtanulják, a pótlást, az egyik kimegy, a másik bemegy a helyére, hogy mindig, amikor pontot szerez, akkor forogni kell, vagy elveszített a szettet, akkor ugye forogni kell. Tehát ezeket is meg kell tanítani. Egy ilyen fél éves gyakorlás követően, amikor összeállít egy iskolai csapat, gyakorlatilag akkor már minden megy a maga útján. Akkor már a játékban tanulja tovább gyakorlatilag a mozgásformát,
és elég ügyes meccseket láttam azért, ügyesek voltak. A több hetes felkészülést követően a hétvégén már bajnoki meccset játszott a PMFC, méghozzá a szegedi Grosics Akadémia otthonában. Most nézzenek meg egy összefoglalót a találkozóról, aztán folytatódik a zsinórlabda országos diákolimpia döntője. Nem kezdődött jól a tavaszi szezon a PMFC-nek, amely az NB3 középcsoport 17. fordulójában 1-0-ás vereséget szenvedett a Szeged-Grosics Akadémia vendégeként. A pécsiek a második helyen álló, egyúttal bajnoki címre hajtó szegediek ellen léptek pályára idegenben. A találkozó 10. percében egy szélről beívelt és megcsúsztatott labdával Cigánt keresték a társak, aki elől Valkovszky Péter külsővel ugyan elkanalazta a játékszert a 16-oson belül, ám a hazai támadó a gyepre került, Kátai Gábor játékvezető pedig rögtön a 11-es pontra mutatott. A megítélt büntetőt Máté János váltotta gólra. Ezt követően több lehetősége is adódott a piros-feketéknek, de gólt nem sikerült szerezni, így mindhárom pontot otthon tartotta a szegedi csapat. A mérkőzésen megpróbáltunk mindent megtenni, és voltak a lehetőségeink, de ha talán egy kicsit vagányabbak, kicsit zsiványabbak vagyunk a döntési szituációkban, akkor ez eredménnyel is párosult volna. Minden egyes mérkőzésnek van pozitívuma és negatívuma. Pozitívum az, hogy bajnokos pirás csapatot tudtunk nyomás alá helyezni, ha helyzeteinkkel jobban sávfárkozunk is. Véleményem szerint egy olyan szituációból született a győztes gól, amit nem előzött meg szabálytalanság. Talán nem lenne ilyen keserű szánkize, de dolgozunk tovább. Jövő héttől újból azon fogunk dolgozni, hogy bebizonyítsuk, hogy pontokat is szeretnénk gyűjteni. A PMFC a következő fordulóban március 10-én délután 14:30 az Iváncsa együttesét fogadja a Stadion utcában. Hagyományosan Tatabányának és Tatának nagyon erős csapata van, ők játszottak az első helyért, és végül is most Tatabánya nyert, de nagyon jó volt Kiskun Majsa, ő egy Bács-Kiskun megyei köznevelési intézménynek a sportolói vettek részt rajta, de szerintem a többiek is jók voltak, a verseny ilyen, ennek győztesnek kell lennie, és ők tényleg nagyon komolyan foglalkoztak ezzel a sportággal. PSN ZRT-nek az országban az egyik legnagyobb sportiskolája van, és azt azért el kell, hogy mondjam, hogy egyedülálló, hiszen a paralimpián, a nyári és téli olimpián is érmeseink vannak. Ez a magyar történelemben még ilyen már csak egyesület nincsen, és ebből adódóan mi minden egyes sportot és minden egyes olyan szövetséget támogatunk, és együtt dolgozunk velük nem csak Baranyában, hanem országos szinten, akik a mozgásért felelnek, és a Vodisszal nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk, hiszen nekünk is vannak parasportolóink, és ezért nagyon sok közös rendezvényt szoktunk lebonyolítani, rengeteg gyerek, hiszen idén is 14 megyéből jöttek el, közel 200 versenyző, és nagyon színvonalas eseményt tudtunk megtartani 2 nap alatt. Én azért örülök nekem, az elnök úr elmondta, hogy mindenféleképpen az utánpótlás után azt az űrt ki fogják tölteni, hiszen a szövetség most már egy rendes versenyeztetési rendszerben szeretné megoldani, hogy a felnőtt sportolók is tudják a mozgást folytatni, és ez volt az a pillanat, amikor ezt el is mondhattuk, hiszen megalakult az a szövetségen belüli felnőtt csapatokat is gardírozó terület része a magának a szövetségnek, akik majd tudják gondozni a felnőtt sportolókat, hiszen akkor a teljes vertikumban tudják a legkisebbektől a felnőttekig a versenyeztetést lebonyolítani. Nagyon örülök neki, és hát várjuk szeretettel minden évben őket vissza. A zsinórlabda országos diákolimpia döntőjét tehát a tatabányai csapat nyerte, a házigazda pécsiek pedig az 5. helyen zártak. Ennyi volt már a rajt, ha korábbi műsorainkat visszanéznék, akkor ezt megtehetik a pechtv.hu-n. Találkozunk egy hét múlva, minden jót, viszontlátásra!